Beethoven D-dur hegedű versenyének egy részletét hallottuk, és hamarosan egy újabb részletét halljuk ismét, és a washingtoni kongresszusi könyvtár olvasótermét láthattuk, amely most a parlamenti rajzolatú. E két esemény között kérdezem Magatina Tibort, hogy milyen esélyeket ad az ellenzéknek az önkormányzati választásokon? A Fidesz annak idején az európai parlamenti választáson 41%-ot ért el, miközben országos szinten 52,6%-ot. Ezért reménykedik az ellenzék abban, hogy például Budapesten jó eredményeket tud majd elérni, hiszen a kormány ellenes szavazóknak az aránya nagyobb, mint a Fidesz 41%-a. Úgyhogy ha összeadjuk a nem fideszes szavazókat, akkor elvileg elképzelhető az, hogy Karácsony Gergelynek jó esélye lesz arra, hogy megnyeri a főpolgármester választást, viszont nem biztos, hogy ilyen mechanikusan össze lehet adni szavazatokat, illetve szavazókat. Talósról több közvéleménykutatás kiderítette, hogy ő a Fideszhez képest népszerűbb, és általában is igaz, hogy nehezebb egy hivatalban lévő polgármestert legyőzni, ha nem csinál nagy hibákat a saját hivatali ciklusában. A tapasztalat egyébként az, hogy nem csak Tarlós Istvánnál, hanem több más fideszes kerületi polgármesternél is igaz az, hogy ők népszerűbbek a saját pártjaiknál, a Fidesznél, ilyen például Pokorni Zoltán, aki választásról választásra több szavazatot képes összegyűjteni, mint a Fidesz akár a kerületi listán, illetve Budapesten, tehát ugye a 41%-nál. Úgyhogy ha kellő mértékben tudja koncentrálni az erőit az ellenzék Karácsony Gergely mellett, és emellett sikerül egy erőteljesen Fidesz ellenes hangulatot megágyaznia, akkor jó esélyei lehetnek arra, hogy a főpolgármesteri posztot átvegye, ami jelentős csapás lenne a Fidesz számára országosan is. Na és országosan mi a helyzet, ott milyen esélyei vannak az ellenzéknek? Azt gondolom, hogy a megyei közgyűlési választásokon nem sok esélye van az ellenzéknek, tehát ott arra lehet számítani, hogy valószínűleg majdnem mindegyiket, vagy talán mindegyiket meg fogja tudni szerezni a Fidesz többségében. Én azt gondolom, hogy a megyei jogú városoknál néhánynál előfordulhat, hogy az ellenzék győzelmet fog aratni, illetve van két olyan megyei jogú város, Salgótarján és Szeged, ahol szinte biztosnak tűnik a mostani ellenzéki polgármesternek a megmaradása. El tudom azt képzelni még, hogy Szombathelyet vagy Pécset megszerezze az ellenzék, ugyanis ezekben a városokban, különösen Pécset, a Fidesz nem tudott jól teljesíteni. Tehát Pécset például több botrány volt, költségvetési, pénzügyi problémák. A megyei jogú városoktól lefele, kisvárosoknál, tehát minél inkább megyünk lefele, minél kisebb egy adott település, az ellenzék annál kevésbé tudott gyökeret ereszteni, ezért annál kevésbé van esélye az ellenzéknek arra, hogy győzelmeket tudjon aratni. Van egy-két szocialista polgármester, például Kazincz Barcikán Szikszai Péter, ha jól emlékszem, úgy hívják, ő neki még lehet esélye, illetve Janicsák Dávidnak Ózdon, bár most körülötte azért voltak kérdőjelek, és a helyi ellenzékot megosztott, hogy támogassa. De azért én azt gondolom, hogy ha csak valami nagy-nagy botrány nem történik az országos politikában, akkor a vidéken a Fidesz továbbra is jelentős győzelmet fog aratni. Erre a nagy botrányra még hadd térjek ki nagyon röviden. Ugye emlékezzünk arra, hogy a 2006-os önkormányzati választás előtt nem sokkal robbant ki az Öszödi beszéd körüli botrány, ugye nyilvánosságra hozták. Ez egy olyan atombomba volt, amely jelentősen hatott a 2006-os önkormányzati választási eredményre, a Fidesz különösen vidéken nagy győzelmeket tudott aratni. Na most elvileg előfordulhat az, hogy Orbán Viktorról valami olyan eszméletlen kompromitáló anyagok jönnek ki, videó, hanganyag, amely alapján megrendül esetleg a Fidesz támogatottsága. Ha mondjuk eddig nem kerültek ki ilyenek, akkor mondjuk nehezen látja be az ember, hogy miért pont a országgyűlési választásnál kevésbé jelentősebb helyhatósági választás előtt robbannak ki egy Orbán Viktor személyét érzékenyen érintő
botrány, de hát a politikában mindig lehetnek váratlan fordulatok, tehát elméleti síkon elképzelhető az, hogy a Fidesz számára súlyos csapás lenne, csak ezzel érdemesebb lett volna, ha van ilyen kompromitáló adat Orbán Viktorra vonatkozóan, nem most előjönni, hanem a jóval döntőbb országgyűlési választáson. Igen, ilyen kompromitáló adat meglétében azért joggal kételkedhetünk természetesen, ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy a 2006-os események értékelésre messzire vezet, hallhattuk, hogy vidéken ennek jelentős hatása volt, a fővárosban azonban éppenséggel ezen eseményeket követő események hatására alakult úgy a helyzet, hogy nem Tarlós István, hanem Demszky Gábor nyerte meg utolsó ciklusára a főpolgármesteri tisztet. Mindenesetre az egész önkormányzati választási szisztéma annyira bonyolult és olyan sokrétű, több rétegű, hogy érdemes lesz ezzel a következő megszólalásunkban is foglalkozni, mert az önkormányzati rendszer, a választási rendszer problémáiból különböző politikai kérdések adódnak és következtetések vonódnak le, úgyhogy azt javaslom, hogy kedves hallgatóink a következő alkalommal is tartsanak velünk.